Tisztelettel köszöntöm az érdeklődőket. Szeretnék arról a könyvről beszélni, amely hamarosan jelenik meg, és a témája a Körmendi Várkert, a címe pedig a Körmendi Várkert évszázadai. Ez egy olyan kiadvány, amelyet az NKA, illetve Körmendi Város önkormányzata támogatott, kb. 40-60%-os arányban. Egy 120 oldalas könyvről van szó, amely kemény táblás formában fog megjelenni, és teljesen színes, 500 példányban és 120 oldalon. A könyvnek a borítóját Novák Kata kollégám tervezte a múzeumban, és a tördelését pedig Kerényi János végezte. A könyvnek a felépítése az úgy néz ki, hogy a polgármesteri köszöntő, illetve a bevezető után következik igazából egy nagy része a könyvnek, ami a Várkert 3 évszázados történetét mutatja be. Ezután pedig körmendi Várkert látnivalóinak a felsorolása következik. A kert történészek nem annyira érdeklődtek a körmendi Várkert iránt, annak ellenére, hogy nagyon jelentős kastélykertünkről van szó, tehát 150 történeti kertet tartunk nyilván Magyarországon, és ezek közül az első 10-ben található a körmendi Várkert, amelyet ugye csak a körmendiek hívnak így, hiszen az épületet is régebben várnak nevezték, és akkor így maradt rajta a kastélyparkon is a Várkert elnevezés. Tehát a kerttörténészek nem nagyon érdeklődtek iránta, leszámítva mondjuk Koppány Tibort, aki az első 100 évének történetét írta meg, mert ugye a 18. századi kert történetét egészen mondjuk a 19. század közepéig. Úgyhogy én próbáltam így történészi szemmel bemutatni ezt a kertet, méghozzá egészen a 21. századig. Tehát elsősorban új adatokat a 19-20. Században sikerült felkutatni a kert történetével kapcsolatban. Próbáltam a könyvnek az elején bemutatni azt is, hogy mi volt itt a Várkert létrehozása előtt, hiszen régészeti leletek származnak a Várkertből. Egyrészt találhatóak a részkorból emlékek, hiszen részkori településnek a nyomait is feltárták itt a Várkertben, a Ráva parton. Ebből kiderült, hogy 4-5 ezer évvel ezelőtt egy részkori település húzódott több száz méter hosszan a Rávának a partján, és ennek a településnek az edényét sikerült itt felelni 1984-ben. Ugyanezen a részen találtak egy római kori sírt is, és ez egy hölgynek a sírja volt, amely az illatszeres üvegcséből lehet következtetni erre a tényre. Úgyhogy a római korban és a részkorban is lakott volt ez a terület. Aztán volt egy időszak, amikor nincsenek emlékeink a Várkert területéről, viszont 1526 körül, 24-26 körül a Mohácsi csata előtti időszakból egy nagyon jelentős kincsleletet ástak el itt. Valószínűleg a ferences szerzetesek, vagy az ágostanos szerzetesek helyezték ezt a földbe, amely 1812-ben került elő, és ekkor Batthyány Fülöp ezt a birtokán talált kincsleletet a Nemzeti Múzeumnak adományozta. És ez egy olyan jelentős kincslelet, hogy ma is a Nemzeti Múzeumnak az állandó kiállításán látható aranyozott ezüstedényekről van egyébként szó. Tehát ez volt a Várkert kialakítás előtti területen itt a helyén. És 17. században még valószínűleg, hogy itt volt a várnak a kertje is. Ugyanakkor még nem kastélyról beszélünk, hiszen egy régi várként működött körben a 17. században. De kertje már ekkor is volt, és hát ez a kert, ez valószínűleg konyhakert volt még. Aztán a 18. században, amit Koppány Tibor jól föltárt, a barokk kertnek a létrehozása történt meg. Már a 1710-es években elkezdődött ez a folyamat, hiszen egy 1721-es ábrázoláson látható a kertnek a kialakítása.
és hát erre azért volt szükség, hiszen egy barokk kastély, amely kialakításra került, elképzelhetetlen barokk kert nélkül. Egyébként ezt a barokk kertet akkor nevezték francia kertnek is, hiszen Franciaországból terjedt el, Versailles-ból 14. Lajosnak a Versailles parkjának a mintájára az egész európai területen ez a kert típus, amelyre jellemző volt a geometrikus formák és a világos partereknek az alkalmazása. Volt ekkor egy fácános kert része is a várkertnek, és ezt a kertet alakította át a 18. század végén Batthyány István II. Lajos. Nagyon sok épületet és emlékművet, szobrot helyeztetett el benne, és a rábakanyart is ekkor vágták át, és egy tavat hoztak létre a déli részén a várkertnek. A klasszikus tájképi kerté való átépítés az Batthyány II. Lajoshoz és Batthyány Fülöphöz kötődik. A 19. század legelején, akkor 52 féle fát hozottak Németországból, és ekkor került ide a nagy platán is a várkertbe. Aztán a 19. században Batthyány Fülöp volt a leghosszabb ideig herceg, 1806-tól 1870-ig, és az ő időszakában fejeződött be az angol kertnek a kialakítása, és az obeliszket is ekkor állították fel a kertben. Hát ő hatalmas birtokokkal rendelkezett, amiből magas szinten tudta fenntartani ezt a kastélykertet, és az ő idejére esik egy nagyon fontos látogatás, amelyről eddig nem volt tudomásunk, és a könyvben ezt próbáltam bemutatni. Ferenc Józsefnek a látogatása, amely 1857-ben történt itt Körmönden. Sopronból érkezett ide augusztusban az uralkodó, amelynek, akinek az volt a célja, hogy ezzel a magyarországi kör utazásával elfogadtassa magát, hiszen a szabadságharc után nem volt egy elfogadott uralkodó. És 1857. augusztusában érkezett Batthyány Fülöp kastélyába Ferenc József, megtekintette a várost, részt vett egy ünnepi ebéden, és Körmenden, illetve a várkertet is megtekintette, és az ő tiszteletére egy népünnepséget is rendeztek ezen a napon itt Körmenden. 60 ezer fáklyával világították ki a kertet, és az obeliszkre pedig felvetítették az uralkodói párnak a névbetűit, amely ámulatba ejtette a közönséget. A következő nap utazott tovább aztán a császár innen Körmendről a körutazására. Batthyány Fülöp után Batthyány Gusztáv következett a hercegek között, aki viszont nem járt itt Körmenden a hercegség alatt 1870 és 1883 között. Viszont az ő fia, Batthyány Ödön, aki szintén Angliában élt, úgy döntött, hogy miután megörökölte a hercegi címet, a Stratmann nevet és egy bizományt, hogy Körmendre költözik, és 1884-ben felépítették a várkertben a vadászlakot, valamint egy teniszpályát is létrehozatott, tehát ezt a két hobbiát, ezt itt Körmenden is üzte, a teniszt és a vadászatot. Próbáltam a könyvben összegyűjteni azokat a leírásokat, amelyek megjelentek a várkertről, a 19. század folyamán, tehát az összeset publikálni. 1820-ban Kunics Mihály írt egy nagyon jó leírást a várkertről, 1836-ban Fényeselek, 1840-ben pedig egy topográfiai összeírás készült a várkertről is. És ebben leírták, hogy a várkert szabadon látogatható volt, tehát nem csak a saját örömére hozták létre a Batthyány hercegek ezt azt a kertet, és tartották fel nagy költséggel. És a Batthyány Ödön viszont, amikor ide költözött, akkor lezáratta a várkertnek a nagy részét a saját használatára, és ez nagy csapás volt a körmendieknek. A Rába vidék is többször tudósította arról, hogy ezzel elveszítették a sétálóhelyüket a körmendiek, és aki
akik eddig nem kocsmáztak, azok a kocsmába kényszerültek, hogy nem tudtak sétálni már itt a Várkertben, tehát elég érdekes okokat soroltak fel, hogy miért rossz ez a körmendieknek ez a lezárás. És ez meg is maradt egészen 1945-ig, hogy a Várkertnek a nagy része le volt zárva. Néhány érdekes esemény is történt ebben az időszakban itt a Várkertben. Például 1905-ben, mivel nagy japán barát volt a nagyon idős Batthyány József herceg, és japánok Csuzimánál legyőzték az orosz hadsereget, ezért a meghívott vendégségnek egy tehát az ágyukból egy ilyen durrogatást csinált, illetve banzai kiabáltak a Várkertben a japán győzelmeknek az örömére. Aztán a várossal tehát elég rosszul volt a kapcsolat a Batthyány Ödönnek, egészen addig, míg a hercegi hitbizomány boldalommal rendelkoztak a körmendi kórháznak a telkét körmend részére. És ennek a rossz viszonynak az oka főleg a Várkertnek a lezárása volt, viszont egy részét megnyitotta a körmendi atlétikai klub részére már az 1880-as években, amikor is a Várkerti tónak a jegét használhatták a klubnak a korcsolyázói. Aztán 1905-ben magának az egyesületnek a beköltözése is megtörtént a Várkertbe, hiszen a Rába híd építése miatt körmendi atlétikai klubnak el kellett hagyni a Rába jobb partján levő klubházát, úgyhogy a hercegtől kértek egy területet, ahol fölépíthetnék az új klubházukat, és ez itt a dél-nyugati részén megtörtént, tehát ott a mai Volántelep helyén megtörtént. Úgyhogy itt volt egészen 1945-ig a körmendi atlétikai klubnak a klubháza és vendéglője. Batthyány Ödön egészen 1914-ben bekövetkezett haláláig használta a Várkertet, és akkor Batthyány Stratman László, a szemorvos doktor örökölte meg az uradalmat, így a Várkertet is. Nem költözött ide 1920-ig, egészen 5 évig, míg felújította az épületet. Közben 1919-ben történt egy proletár diktatúra, amikor is elfoglalták az ő kastélyát, és egy Budapestről kiküldött proletár vezető használta a hercegi kastélyt. Egy nagy népünnepét is rendeztek ebben az időszakban. Viszont mivel kihangsúlyozta a Rábavidék, hogy alkoholtilalom volt ebben az időszakban, ezért a proletárok aztán szesz fogyasztása nélkül élvezték a parknak a balzsamos levegőjét, ahogy fogalmazott az újság. De hát ez nem sokáig tartott, ugye 133 napról volt szó, de visszakerült hercegi tulajdonba az épület, és 1920-ban költözött ide Batthyány Stratman László népes családjával, és hát a nagy része a Várkertnek az családi használatban volt, és erről a könyvben igyekeztem napló részleteket bemutatni. Egyrészt két gyermeke is írt naplót, és itt a körmendi várkereti eseményeket is említik 1920-ban, illetve a hercegorvos is 1926-ban egy naplót írt, ami fenn is maradt, és ezekből a napló bejegyzésekből tudjuk, hogy milyen formában használta a család. Hát egyrészt ilyen kisebb vadászatokat tartottak benne, nagyon sok fácán volt ebben az időszakban a Várkertben, másrészt a gyerekek a halakra, meg a békákra is lövöldöztek a Várkerti tóban. Aztán Batthyány Stratman László gyermekei még a családi teniszpályát is nagyon sokat használták, de nyilvános volt ugye egy része a parknak, úgyhogy ez pedig különféle eseményeket rendeznek benne, például egy politikai eseményt is, 1925-ben ez egy kiemelkedő politikai esemény volt itt a Várkertben, amikor is Aponyi és Andrássy grófoknak a vezetésével itt bontották ki a legitimista pártnak az ászlóját. Ugye Batthyány Stratman László és meg Körmend is eléggé királypárti volt, tehát próbálták visszahozni a Habsburg uralkodót. Ez végül is nem jött össze, de a legitimisták azok itt tartottak egy nagy politikai gyűlést. Aztán a 20. század 20-as éveiben még olyan események is
történtek, mint például a cserkész ünnepélyeknek az elindulása. Ez nagyon jelentős volt Körmend akkori történetében. 1928-tól 1942-ig megtartották ezt az eseményt, amely hatalmas tömegeket vonzott. Több ezer fő jelent meg az adott júniusi napon minden évben, amikor is a cserkészek, illetve a polgári iskolának a diákjai torna ünnepét rendeztek. Úgyhogy ezekről már több fotó is fennmaradt. A 20. századból már elég jó fényképanyaggal rendelkezünk a Várkertről, úgyhogy ezeket igyekeztem elhelyezni a könyvben. Talán ez egy erőssége is a kiadványnak, hiszen közel 200 fotó és ábra színesíti a kiadványt. A Batthyány Stratmann László utána fia élvezte a kastélykert, nyújtott örömöket 1945-ig. Hogy mire használta a kertet, ezt nem tudjuk, tehát a családi része nem vagyok tisztában, de ekkor is folytatódtak ezek a nyilvános események a parkban. Cserkész ünnepélyek egészen 1942-ig, amelynek része volt már ilyen hadi bemutató is a 30-as évek militarizálódó világában. Tehát ilyen gáztámadást is imitáltak a cserkészek, amely megdöbbentette a résztvevőket, illetve a Rába vidéknek a tudósítóját is. 1945 márciusának vége hatalmas törést okozott nem csak Körmend történetében, hanem a Várkert történetében is. És ekkor a Batthyányak elhagyták a kastélyt, illetve a Várkertet, és az országot is, és a szovjet katonaság foglalta el, és egészen 1957-ig ők hasznosították. Erről az időszakról elég kevés információban maradt fönn a katonai hasznosítás miatt. Tudjuk, hogy a Várkert az alkalmas volt arra, hogy elrejtse a szovjeteknek a tankjait, illetve a nehéz tüzérségét, úgyhogy ilyen célokra használták a Várkertet, amelynek nagyon sok fa és ugye az emlékművek és szobrok is részben áldozatául estek. Aztán 1957-ben a szovjetek elvonulása után a nemzeti parkká, illetve természetvédelmi területté vált a terület 1958-tól, és az erdészet kezdte hasznosítani a Várkertet. A könyvben próbáltam bemutatni ezeket a változásokat, amelyek 1958-tól 2010-es évekig bekövetkeztek. Az erdészeti hasznosítás, majd a Fertőtlanság Nemzeti Parknak a kezelése következett, míg a 2000-es években az Őrségi Nemzeti Park vette át a területet. Nagyon sok próbálkozás volt a Várkertnek a revitalizációjára, de azonban a 2010-es évekig nem igazán került sor. Amikor is Körmendváros önkormányzata az Őrségi Nemzeti Parkkal együttműködve számos fejlesztést valósított itt meg, úgyhogy ezt is próbáltam a könyvben bemutatni. Külön fejezetet képeznek a Várkertből kiszakított területek, hiszen ezek a szovjet kivonulás után nem kerültek vissza a parkhoz, hanem még tovább romlott a helyzet az 50-es, 60-as években, hiszen a cipőgyár épületei beépültek a parkba, ezzel megszűnt a kastélykertnek és a kastélynak a kapcsolata. Aztán három lakótömböt is a 60-as években beépítettek, egy iskolát, amely később a gimnáziumnak az otthona lett. A szovjetek gépjavító bázisa sem került vissza a parkhoz, hanem a volántelepnek az otthona lett, amely ott súlyos környezetszennyezési problémák léptek fel a 70-es, 80-as és 90-es években. És még egy kis rész itt a vadászlat mellett szintén nem került a parkhoz vissza, ez a gépüzemelési telepe lett a főiskolának, majd a Rázsó iskolának. Úgyhogy ezek a kiszakított területek ma is hiányoznak a Várkertből, akár csak a 86-os főút által levágott rész, illetve a gátépítés miatt kivágott fák. A könyv utolsó befejező részében pedig Várkert látnivalóit próbáltam bemutatni, azt, hogy milyen emlékművek, szobrok és épületek maradtak fönn ebből a három évszázadból, melyek azok, amelyek ma is láthatók.
Ugye ezek közül kiemelkednek a szobrok, Vertumnus és Pomona szobra, Zephyrus és Flora, újra faragott szobra, valamint a Gessner emlékkő, az obeliszk, illetve az 1884-ben emelt vadászlak. Ez ugye a kiállításaival ma is látogatható, tehát nagyrészt ez egy történeti szemléletű könyv, de szerencsére a végén bemutathattam azt is, hogy hogy élet újja ez az épület, tehát ennek nem csak múltja, hanem jelene is van. És végül a könyvet a Várkert élővilágának a bemutatása zárja, a növény és állatvilág, amelyet a kulturális értékeivel együtt úgy gondolom meg kell és fel kell tartanunk.